Jó estét kívánok! A moziról, mint narratív művészetről, meg annak a bukásáról, meg annak a elsüllyedéséről, úgy általában az akadémikus kultúránknak a hanyatlásáról, és hát arról, hogy mi fog a helyébe lépni, vagy mi látszik a jövőben a kultúra ösvényének. Erről gondoltam beszélni néhány szót. Hogyha van valamilyen kérdés, vagy hozzáfűzni való, vagy felvetés, vagy erre vonatkozóan bármi, akkor arra természetesen bármikor van lehetőség, ha valaki jelez, akkor tudunk konzultálni bármivel kapcsolatban, ami elhangzik, vagy ami ezzel kapcsolatban fölvetődik. A 20. század az a film évszázada volt. Sikerült 3 művészetet ötvözni a filmnek a képében. Egyrészt a fotót, másrészt a színházat, harmadrészt a zenét. Fotó plusz színház plusz zene egyenlő film. Ez a 20. század nagy találmánya. És a 20. században azt gondolom, hogy a film nagyjából elhordta a kultúrának a rakományát. És ugye a 21. századra fordulva egyre kevesebb, jól elmesélhető történetünk maradt. Ez jól érződik, ahogy hígul föl a kultúra. Ahogy az az érzése az embernek, hogy ami a 20. században nem lett elmesélve, az már tulajdonképpen csak valamiféle apró munka, amit itt még el lehet végezni, de minthogyha az igazán nagy alkotók a 20. század derekán, Ingmar Bergman, vagy David Lynch, vagy Woody Allen, vagy Martin Scorsese, de hogy ez itt Sergio Leone, vagy Marcello Mastroianni, most csak néhány nevet említek, a Jean-Luc Godard, és Stanley Kubrick, a 20. századnak a Orson Welles nagy alkotói, nagy filmesei egy olyan korszakot reprezentáltak, amely korszak elmúlt, és minthogyha a jelenkornak még lennének bizonyos olyan filmesei, akik a régi nagy nemzedéknek az étoszát föl tudják idézni, de sokkal kevesebben vannak. Egyszerűen megritkultak, és valahogy az egész mozi már nem is, mintha nem is lenne alkalmas a nagy, átfogó, narratív történetmesélésre, hanem megváltozott a helye és a szerepe ennek a közösségi élménynek, hogy elmegyünk egy helyre és megnézünk közösen valamit, ami egyszerre történik meg velünk. Valahogy ez feltöredezett. A 20. században volt egy ilyen intézményes és akadémikus kulturális viszonyulása a mozgóképhez. Minden héten, azt hiszem, hogy csütörtökön volt a bemutató, vagy szerdán, vagy csütörtökön volt a premier. De ez még ma is van, csak már senkit nem érdekel. És akkor bemutattak 4-5 filmet, és azt az ember, arról az emberek tudtak, hogy mi az, ami most megy, ami épp megy, és ezt megnézzük közösen. És véleményünk van róla, és beszélünk róla, és ez mint egy tagolta, meg értelmezte, meg képezte a kultúránkat, a mindennapjainkat. Feltöltötte tartalommal az életünket, hogy az több legyen, mint gürcölés a megélhetésért. És persze csomó minden van, ami többé teszi az emberi életet, mint a gürcölés a megélhetésért, de az, hogy én most éppen milyen könyvet olvasok, az nem egy közösségi élmény. Az engem
bizonyos értelemben a közösségemtől elszigetel. Az, hogy éppen milyen filmet hoztam ki a TK-ból és néztem meg, az sem úgy ebben az értelemben vett közösségi élmény, az egy magányos fogyasztói élmény. De az, hogy a héten mi a premier, amire így tódulnak be az emberek a moziba, az egy közös élmény volt. A dolog úgy kezdődött, mármint a kultúra átalakulása úgy kezdődött, hogy a 20. században, a 20. század végére a hollywoodi stúdiók elkurvultak. Elkurvultak. Tehát már fontosabb szereplővé lépett elő a producer, mint a rendező. A rendező az ugye a filmnek az istene. Ő álmodik egy filmet a vászonra. Ezzel a szereppel, hogy ő a film istene, aztán lehet élni, meg visszaélni is. De minden esetre a rendezőnek volt egy víziója, és természetesen a producernek is van egy víziója, a producernek a víziója az a cash flow-ban, az a profitban, a hétvégi jegyeladásokban fejeződik ki, de volt egy nagyon erős hangsúlymegoszlás. A művészi koncepció és rendezői vízió, valamint a produceri kapzsiság között. És volt valamiféle egyensúly. És az egyensúly a 20. század végére, ez helyreállíthatatlanul felborult. A producer eluralkodott a filmgyártás fölött. És már csak az számított, hogy mennyit hoz a film a pénztáraknál. És a mozi egyre kevésbé a rendező víziójával, egyre inkább a nézők igényeivel, elvárásaival kezdett el kommunikálni. Márpedig a művészet, az attól művészet, azért nem szórakoztató, tehát mi a különbség a művészet meg a szórakoztatóipar között? Az, hogy a szórakoztatóipar az kiszolgál egy igényt, ami megvan a fogyasztóban. A művészet nem. A művészet az valami olyasmit ad a fogyasztónak, vagy felhasználónak, amit az nem igényelt. Vagyis nem tudta, hogy igényli. A rendező tudta, hogy arra a nézőnek szüksége van. A néző nem tudta. A néző ott tudja meg, hogy belőle hiányzott valami, amit az a műalkotás beszállít. Ettől nem szórakoztatóipar. Ettől művészet. És valahogy egyre kevesebb beszállítani való maradt a rendezőre, és egyre több kiszolgálni való jutott a nézőre. Tulajdonképpen ugyanaz történt meg, mint ami a reklámokkal a szupermarketekben, vagy mint ami a mosóporrá vált politikusokkal a szavazófülkékben. Elveszett a tartalom. Ahogy a politikának elveszett a tartalma, és már minden a tetszés, és minden az éppen aktuális igényeknek a felmérése, majd kiszolgálása, már a politikus nem gondol semmit arról, hogy mit kéne, vagy hova kéne eljuttatni a társadalmakat, vagy hogyan kéne a világnak működnie. Ugye, eredetileg erre találtuk ki a politikát. Hogy a politikusok a saját vízióikat versenyeztessék a közönségnek a tetszéséért. És ez megfordult. A politikusnak már nincs víziója, viszont van rengeteg szociológus a környezetében, meg ilyen közvéleménykutató, meg piackutató cégek, akiknek az a feladata, hogy mérjék föl a választói igényeket. Felmérik, és a politikus átváltozik azzá. Ő azt kiszolgálja. Ilyen módon megszűnik a politikának a tartalma. Na most ugyanezt történt a kultúrával. Ugyanezt történt a művészetünkkel. Megszűnt a elitnek, a kultúra formáló elitnek az igénye a közönséggel.
A Martin Scorsese az attól nagy rendező, vagy a Mastroianni az attól volt nagy rendező, hogy az akart valamit kezdeni a nézővel. El akarta juttatni a nézőt A-ból B-be. Erre szolgált a film, erre szolgált a történet, amit ő elmesélt. A mai rendezőknek már, a mai rendezők, most nem azok, akik még életben maradtak, mint Matuzsálemek a régi korból, hanem a jelenkor rendezői, már le vannak szoktatva arról, vagy már az alapján vannak szelektálva, hogy ilyen igényük ne is legyen. Nekik nem az a dolguk, hogy ők gondoljanak valamit, és oda eljuttassák a nézőt. Nekik az a dolguk, hogy a producerekkel közösen felmérjék a fogyasztói igényeket, és azt kiszolgálják. Ezekre a filmekre mondja azt a Martin Scorsese, hogy ezek vidám park filmek. Ezek a szuperhős mozik például. Leginkább. Nem, én most a Mastroianni-ra gondoltam. Én nagyon, Fellinit annyira nem kedvelem, mint a Mastroianni-t. A Fellini az én szememben inkább csak egy ilyen hangulat. Úgy vagyok vele, hogy... De egyébként egy ilyen nagyon szerethető hangulat, de a pont a Fellini az az én szememben nem ez a hagyományos értelemben vett narratív mozi, az elmesélt történet, hanem az sokkal inkább egy ilyen egy érzés, egy benyomás, valami érzésvilág, vagy valami ilyesmi. De másnak a Fellini az, ami nekem a Mastroianni, most ez mindegy is. Miért mondtam Mastroianni, te jó Isten, Bertolucci-t akartam mondani, ez teljes tévedés. Ja, valami ízé, valami rossz szintaxis az agyamban. Szóval Bertolucci-t akartam mondani, a Mastroianni az egy színművész. De most nem is ez a lényeg. A lényeg, hogy a mozi valahogy nem azt jelenti már, mint amit a 20. században jelentett. Elkurvultak a stúdiók, és elkezdték kiszolgálni a fogyasztói igényeket. Mint a politikusok a választói igényeket, meg mint a cégek a fogyasztói igényeket. Elkezdték igény nélkül, saját igény nélkül, saját szándék nélkül, pusztán üzleti céllal, pusztán a megtérülés céljával kiszolgálni. És ennek nyomán szépen el is szivárgott a katarzis, szépen el is szivárgott a moziból a szenvedély, és maradt helyette egy ilyen nagyon hideg, kiszámított profizmus. A katarzisnak a helyére ez a hátgerincnek ez a megborzongatása lépett. De a hátadon végigfutó hideg, az nem a katarzis, az csak egy borzongás. Azt ők a vegykonyhájukban így kiméricskélik, hogy hogyan kell adagolni neked az ingereket, hogy végigfusson a hátadon a borzongás. És hogy azt te aztán benézd katarzisnak, hogy te aztán azt úgy érezd, hogy abban te megtisztulsz, hogy abban te egy magasabb lelki, érzelmi, pszichés szintre lépsz, vagy megvilágosodsz. Szóval, hogy értette a Scorsese ezt, hogy vidám parkfilmek? Mint ezek a tematikus vetítések a Disneylandben. Bemész a Disneylandbe, és akkor ott választhatsz, hogy fölülsz-e a óriás kerékre, vagy fölülsz-e a szellemvasútra, vagy hullámvasútra, és akkor van egy ilyen tematikus vetítés, hogy űrutazás, vagy van egy olyan tematikus vetítés, hogy utazás a tenger mélyére. Vagy van egy ilyen tematikus vetítés, hogy harc az óriás dinoszauruszokkal. És az egész évben ott van az a vetítés, és két óránként megy a vetítés. És ott bemehetsz és megnézheted. Hát nagyjából ez lett a mozi. Ez lett a mozival.
Ez lett azzal, ami a 20. században még a Martin Scorsese volt. Meg a Bertolucci. Szóval ez elsüllyedt. Így elsüllyedt. És nem csak a kulturális nívója süllyedt el, hanem annak a korosztálynak, az életkori réteg, amelyik vevő volt a mozira, mint élményre, az is elmaradt a moziból. Mára el lehet mondani, hogy a mozi leereszkedett ebbe a matinésávba. Ebbe a 13 évesek, 14 évesek, 15-6 évesek mesevilágába. Tulajdonképpen ifjúsági filmek, jóformán 1-től 1-ig, hogyha megnézel egy ilyen Galaxis őrzőit, nem, én például láttam néhány ilyet, mert fontos konfrontálódni a kultúrával, hogyha az ember véleményt akar formálni róla, csak hát ott az alatt, a néhány óra alatt az ember agysejteket veszít. Tehát aztán nem emlékszik a Bertolucci-ra. A beszélő fakéreg, amelyik egy ilyen mormotával vagy mivel vicceskedik, miközben ilyen élet-halál harcot vívnak, de közben ilyen vicces dumáik vannak. És akkor azon röhögni kéne, de a következő percben meg izgulni kéne értük. Aztán sírni. Mert most éppen valaki meghalt, akit aztán természetesen mégse halhat meg, mert majd föltámasztanak, mert az nem, annyi rossz élményt nem bír el ez a nemzedék, hogy valamelyik karaktert kivegyék meg. Hát az egy értékes karakter. Ezek a kiszámított, ilyen nagyon penge dumák, amik itt bele vannak írva az akció jelenetekbe. És tudod, 4 másodpercenként változik a filmnek a műfaja. Most egy vígjátékot látok, de 4 másodperc múlva egy akciófilmet, és megint 4 másodperc múlva meg valami filmdrámát akarnak, hogy lássak benne. És aztán megint valami akció. És az egész valójában egy videóklip. Egy összefüggő videóklip. Aminek már semmi érvénye nincs, viszont hatalmas élménye van. Tehát óriás élmény, de mivel hogy nincsen semmi érvénye, az egész élmény így lebeg a levegőben. Nincs súlya. Akár az ellenkezője is történhetne, és ki nem szarná le. Pont azért, mert nem következik belőle semmi. Ennek megfelelően a Martin Scorsese azoknak, akik még hallgatnak rá, azoknak megmondta, hogy szuperhős filmben ne. És mondjuk a DiCaprio az nem is játszik ilyenekben. Mert hallgat a Scorsese-re, mert hát mégiscsak egy fogadott apja. És a tévéstúdiók látva ezt a folyamatot, látva, hogy a kultúra az gazdátlanul maradt, mert Hollywood így eldobta, mint egy kiürült banánhéjat, ami nem kell neki, mondták a tévéstúdiók, hogy hát akkor majd mi? Akkor majd mi lehajolunk érte. Hogyha ti elkezdtetek az óriás költségvetésetekből, az óriás tudatipari potenciálotokkal filmek helyett ilyen vidám parkélmény mozikat gyártani a 13 éveseknek, hülye gyerekeknek kultúra helyett, akkor majd mi felvesszük a kultúra elejtett zászlaját, és tovább visszük. És ez 2 fontos innovációt is hozott. Az egyik az az, hogy ma már, és ez enélkül nem történhetett volna meg, nincs privilegizálva a tartalomnak
A tartalomhoz tartozó technológia. Tehát ma már megközelítőleg mozi színvonalon lehet elkészíteni tized annyiból teljes értékű, egészestés filmeket, vagy komplett sorozatokat. Úgy mondom, mintha egy filmciklust legyártanál, tized annyiból, mint amennyiből hasonló színvonalon mondjuk 20 évvel ezelőtt mozikat lehetett csinálni. Egyszerűen a technológia annyival olcsóbb lett, annyival hozzáférhetőbb lett. Valahogy demokratizálódott a szórakoztatás. És ennek nyomán az, amit régen Hollywood tudott, és ami egy privilégium volt, hogy ilyen színvonalon történeteket elmesélni, ilyen óriási pénzből, ezek a stúdiók tudtak. Nekik volt erre költségvetésük, nekik volt ehhez tőkéjük. Más ezt nem tudta megcsinálni. És akkor ez azt jelentette, hogy egy évben kijött mondjuk 25-30 olyan színvonalú film, hogy na, az olyan volt, a többi az meg a B kategória, meg a C. Na most ma az van, hogy nem 25 tud egy évben kijönni ilyen színvonalon, hanem ki tud jönni 500 egy év alatt. Mert annyival olcsóbb lett a gyártás. Meg egy csomó minden demokratizálódott még. A Marlon Brando volt az első, aki Hollywoodban ezt a method acting nevű színjátszási módszert alkalmazta. És aztán a Marlon Brandóból lett egy referencia, a játéknak a referenciája, amit aztán mára el lehet mondani, hogy Hollywoodban úgy mindenkitől megkövetelnek, és most már nem pusztán Hollywoodban, hanem a 20. században Hollywoodban, most meg már a szórakoztatóiparnak a teljes vertikumában ez a referencia, és ez ma már a minimum. És ezt ma már jóformán minden színész nagyon magabiztosan tudja. Tehát ez egy olyan masszív, stabil know-how lett, amilyen mondjuk a mozgókép, filmezés, világosítás, vagy a hangmérnöki munka. Emellett történt még egy nagy innováció, megszűnt a kötött formátum. Hát korábban az egész estés formátum az egy fix, volt persze mozgástere, de mégiscsak egy fix kategória volt. Az azt jelenti, hogy mondjuk egy film, egy egész estés film az 1 óra 20 perctől 2 óra 40 percig tartott, mondjuk. Ez volt egy keret. Ebbe kellett beférni a filmnek, ha te filmet csináltál. Jó, most a Sergio Leone-nak a volt egyszer egy Amerika, az tovább tartott, az 3 órás volt, de ott már szünetet kellett beiktatni. Mert az már, ott már az embereknek ki kellett menniük pisálni. És ezért egy csomó regényt például le kellett butítani. És aztán van, amelyik ez jobban sikerült, van, amelyik rosszabbul, de hát az szinte általános volt, hogy amikor kijöttél a moziból, és kérdezték, hogy hogy tetszett a film, akkor mindig az volt a helyes válasz, hogy hát a könyv jobb volt. Mert a könyv a sokkal részletesebb. Mert a könyv az olyan részletekbe megy bele, amit a filmen a rendező nem tud megmutatni, mert nem, nincs annyi kerete, nincs akkora tere. Na és ennek van vége. Ma már nem kell lebutítani semmit sehova. Nem kell lebutítani egy regényt egy egész estés filmforgatókönyvé ahhoz, hogy el lehessen készíteni. Azt a regényt pont úgy meg lehet csinálni, ahogyan a regényben van. Az alarészletességgel. És aztán amikor leforgattuk pont úgy azt a regényt, pont olyan részletesen, ahogyan azt meg akarjuk mutatni, lemérjük, hogy milyen hosszú lett, és elnevezzük valahogy. Mondjuk azt mondjuk, hogy minisorozat. És akkor 6 epizód mondjuk. Vagy azt mondjuk, ha már kijön belőle a 10, akkor azt mondjuk, hogy sorozat 1 évad. Kész. Nem, nincs többé olyan, hogy bele kéne férni ebbe a keretbe. És ez egy nagy innováció.
és eléggé jó. Amíg sokkal kevésbé jó az az, hogy ezek a streaming szolgáltatók, amellett, hogy lehajoltak a kultúráért, és felemelték az ászlaját, és ők viszik tovább a hollywoodi stúdiók nyomában, vagy stúdiók dezertálását követően, ezek a streaming szolgáltatók eléggé agresszívan elkezdtek politizálni. És eléggé gátlástalanul kezdtek el nevelni. Valakit ki akarnak nevelni belőlünk, vagy valamit meg akarnak velünk értetni, és az az érzésem egyre inkább, hogy ilyen szociológia tanszékek állnak a stúdiók mögött, mint a féle tekintélyszemélyek, akik a saját rögeszméiket akarják a filmekben viszont látni. És egyre több olyan filmet látok, ahol ilyen ideológiai nevelés zajlik. Sajnos nem csak a magyar filmekre vonatkozik ez. A mai magyar filmek azok ilyen kurzusfilmek, amik így belénk akarják nevelni a rendes, nem tudom, magyarságot, huszárságot, vagy vitézséget, vagy én nem tudom mit. És nagyjából ugyanilyen módon, csak ellenkező előjellel akarják a streaming szolgáltatók sorozatai, meg a mai napjainknak a filmjei, mondjuk ez a Barbie című, ami legutóbb kedélyeket borzolt ez ügyben, így belénk verni az érzékenységet, a toleranciát, vagy a nem tudom én, a sokszínűséget, vagy a sokszínűségnek a szeretetét, meg a tiszteletét, ami de a világon semmi baj nincs, ha valaki szereti vagy tiszteli a sokszínűséget, csak hogy mondjam, ne mossák ki az agyát vele. Tehát ne arról szóljon a film, hogy téged most meg kell tanítani, vagy meg kell nevelni erre és erre, mert erről így és így kell gondolkodni, mert a korszerű, haladó módon gondolkodó ember az így gondolkodik. És ez fájdalmas. Az nem baj, hogyha egy rendező el akar mondani egy fontos történetet, és egy fontos tanulságra rá akar vezetni. De az baj, amikor a rendező feje fölött ott áll egy politikai tiszt, kvázi egy komisszár, és az a komisszár az azt mondja, hogy nem tudom én, több szocialista realizmust kérünk, elvtárs. Ez így nem, így, tehát hogy az embernek az az érzése, hogy nem bízzák rá a kultúrára. Mert a kultúra megnemesíti az embert. A kultúrának ez a funkciója. Megnemesíti az embert. Többé teszi, mint önmaga. Önmaga fölé emeli. De ők ezt nem akarják rábízni a kultúrára, hanem propagandát gyártanak. Ez itt a baj. Márpedig a propaganda, meg a kultúra, azok olyanok, mint az olaj, meg a víz. Ezek nem keverednek. Hát nem úgy van, hogy ha jó a propaganda, akkor az tulajdonképpen kultúra. Az nem kultúra. És ez olyan, mint az olaj meg a víz, tehát hogyha több benne a propaganda, akkor az kiszorítja a kultúrát. Értelemszerűen. Ahogy az olaj kiszorítja a vizet. Nem lényegül belőlük valami szerves, valami organikus szintézis, hanem az egyik a másik rovására foglalja el a közös nyilvános teret, a szellemünknek a filmvásznán. Igen? Ja, Oscar követelmények vannak. Hát most az a helyzet, hogy szerintem most ma már Oscart nyerni elég nagy szégyen. Tehát vannak ezek a követelmények, de hát hogyha valakinek kell az a szar, akkor teljesítse a követelményeket, hogyha valakinek erre szüksége van. Hát nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, hogy a legjobb filmjéért nagyon kevés rendező kapta meg az Oscar-díjat. Hogyha előtte jársz a korodnak,
akkor nyilván nem fogod megkapni az Oscar-díjat. A Martin Scorsese a Tégla című filmért kapott Oscar-díjat, ami egy koreai filmnek a remake-je volt. De amikor a legnagyobb filmjeit csinálta, mint a Taxisofőr csinálta, meg a Dühöngő bikát csinálta, meg a Kaszinót, meg a Nagymenőket csinálta, meg a Rettegés fokát csinálta, a Krisztus utolsó megkísértését, a Holtak útját csinálta, mekkora filmjei voltak, a Komédia királyát. Hát azok nem voltak elég jó filmek Hollywoodnak. Hanem amikor már Hollywood azt érezte, hogy már a Scorsese erősebb brand, mint az Oscar. Már nem az van, hogy a Scorsese-nek kéne adni az Oscart, hanem már az Oscarnak kéne a Scorsese. Akkor így odaadták neki. Egy olyan filmért, ami hát, tényleg kurva jó film, mert hát Scorsese nyilván kurva jó film. Hát nem lehet elbaszni, bármelyik filmjére oda lehet adni, mert Scorsese film. De hát már a Scorsese akkorra túl volt a nagy művészi korszakán, és hát akkor így odaadták neki végül, mert már ciki volt. De hát akkor, amikor a Scorsese hatott a kultúrára, amikor írta a kultúránkat, akkor nem kaphatta meg. Amikor már mindenki, már 20 évvel azután voltunk, hogy megírta, azután már oda lehetett adni neki. Tehát valami igazán progresszív, valami igazán előremutató nem merik. Ott volt a gondolj bele, hogy a Donald Sutherlandet még csak nem is jelölték soha Oscar-díjra. Még csak jelölést sem kapott. A Ralph Fiennes sosem lett Oscar-díjas. És mit lehet erre mondani? A Ralph Fiennes. Túl jó ezeknek. Az, hogy most már ilyen etnikai, meg szexuális kvóták vannak, és hogy kerekesszékesnek, vagy transzneműnek, vagy színesbőrűnek, vagy én nem tudom, milyen etnikailag, vagy szexuálisan sokszínűnek kell lenni a stábnak, meg nem tudom én, az öltöztetők, meg a sminkesek, meg a hangmérnökök közt kell, hogy legyen transznemű törpe, különben nem jó film. Tehát ez hogy történt meg? Ez hogy történt velünk, hogy helyet cserélt a stáblista meg a játékfilmnek a cselekménye? Hát nem úgy volt, hogy a filmért jár a díj, vagy a filmnek jár a kritika? És most már az van, hogy a film nem is számít, csak a stáblistát kell elolvasni. És ha van benne eléggé latinó, transznemű, törpe, vagy a én nem tudom milyen kisebbség, amire most éppen érzékenynek kell lenni, akkor jó film. Hogy az van, hogy Hollywood, ez az elkurvulásuk. Annyira privilegizálta a kultúrát a 20. században, olyan privilégiummá tette a kultúrát, hogy Hollywood elkezdett már csak magára reflektálni. És most már Hollywood egy akkora birodalom, hogy már erről szólnak az ügyei. Hogy ő már erről akar mesélni nekünk történeteket, hogy van-e a stábban transznemű törpe. Na ezek az ő nagy történései, amikről most már mindenkinek tudni kell, az egész világon mindenkinek. Hogy a sminkes eléggé divers volt-e szexuálisan. Nos, hogy mondjam, hogy lehet úgy művészetet vagy kultúrát csinálni, hogy ott áll a vállat fölött egy komisszár, és azt mondja, hogy elvtárs, figyelem ám, hogy miket irkálsz. Ez ilyen életveszélyes, és hát a helyzet az, hogy ebben a vonatkozásban a filmstúdiók meg a tévétársaságok között, vagy streaming szolgáltatók között nem látszik semmilyen különbség. Valahogy egész Hollywood, meg az egész tudatipar meg lett félemlítve. Mindenki be van szarva.
hogy úristen, ki ne nyírjanak már. Mert közben a liberális elit lépten nyomon ilyen megkérdőjelezhetetlen ikonoknak a fejeit ilyen dárdákra tűzi, és így körbehordozza, hogy figyeljetek, így járhattok ti is, és ilyen Woody Allen-eknek a fejét dárdára tűzve, meg Louis C.K.-nek a fejét, meg Kevin Spacey-nek a fejét, olyanoknak a fejét, akiket néhány évvel korábban még ünnepeltek a vörös szőnyegen. És nem arról van szó, hogy amennyire eltúlzott volt az a sztárkultusz, amit kaptak a vörös szőnyegen, annyira extrém és méltánytalan ez a leszámolás most? Nem arról van szó, hogy ez a két szélső érték ez egymást indokolja? Hogy félistenekként kezelték őket, most meg megtagadják tőlük azt, ami emberileg a minimum lenne. A tárgyalást, a bizonyítási eljárást, hanem a vád az egyben ítélet. És hogyha valami olyasmivel megvádoltak téged, ami jóvá tehetetlen, akkor te érted, senki nem emel szót. Tehát ha megvádoltak téged azzal, mondjuk egy olyan iszonyatos, bestiális, rettenetes dologgal, hogy egy liftben elmondtál egy faszos viccet, valamikor 1972-ben, vagy a seggére ütöttél egy nőnek egyszer életedben, vagy utána fütyültél egy nőnek, ami még borzalmasabb, tehát nem ilyen erőszakot követtél el magyarán, akkor senki nem áll melléd, és senki nem véd meg. Mert csattog a giotin, és senki nem akar a vérpadra kerülni. Az a helyzet, hogy ha bárki odaállna és azt mondaná, hogy azért álljon már meg a menet, most a Kevin Spacey mit követett el? Otromba pasizott? Akkor te vagy a következő a vérpadon, ha ezt szóvá mered tenni. Mert akkor áldozathibáztató vagy. Áldozathibáztató. Ez azt jelenti, hogy valaki, aki panaszt tett, valaki, aki MeToo-val élt, az valójában nem is szenvedett el erőszakot, nem történt igazi bántalmazás, nincs bizonyítva, stb. Ez azt jelenti, hogy te relativizálod azt a borzalmat, ami vele történt, amit bemondásra el kell hinni. Ez lett a kultúránknak az új jelmondata, hogy bemondásra. Tehát, ha valaki azt mondja, akkor az nyilván igazat mond, hiszen hát áldozat, hiszen hát szerencsétlen, nem látod, hogy fáj neki a szíve. Vagy a rosszul esik emlékezni arra a borzalomra, ami történt vele, hogy fütyültek, vagy nem tudom én, fasszal vicceltek. És senki nem mer szólni. És ez borzalmas. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ebből a wokizmusból, mint csapdából az emberi kultúrának, vagy a nyugati civilizációnak minél előbb ki kéne vakaróznia. Nem csak azért, mert a félelem légkörében lehetetlen kultúrát művelni, mert a félelem légkörében lehetetlen méltányosan élni és működni. Erre mondta az Bibó István, hogy demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni. Egy olyan világban, ahol az embernek nem kell félnie, megengedheti magának, hogy akár jobbra szavazzon, akár balra szavazzon, képviselje vagy érvényesítse a saját gondolatait, vagy a saját hitét. De egy olyan világban, ahol rettegni kell, ott az embernek muszáj igazodnia. Ott az ember nem lehet demokrata. Ott az embernek, ahol az embernek annyira kell félnie a kommunistáktól, hogy fasisztává kell válnia hozzá, vagy annyira kell félnie a fasisztáktól, hogy kommunistává kell válnia hozzá, ott nem válhat demokratává. És hát ez az egyik súlyos probléma. De a még súlyosabb probléma ennél az, hogy ez a wokizmus, meg ennek az örjöngése, meg tombolása, ez valójában a Donald Trumpokat generálja,
mint érvényesnek látszó választ erre. Hát valójában egy ellentétes szélsőséget, egy ilyen közéleti kulturális gecizmust generál. Tehát az van, hogy ti túlérzékenyek vagytok? Akkor mi túlérzéketlenek leszünk. Na, mit szóltok? És a szörnyű az, hogy a túlérzékenység terrorja által keltett szorongásban az ember a túlérzéketlenségig tud sodródni. Hát nagyon sokakkal ez történik meg. Hogy akkor jöjjön a gecizmus. Akkor jöjjön a minél rosszabb, annál jobb. Akkor jöjjön ez a rendes fasz a Donald Trump, és akkor legyen újra, újítsuk ki a polgárháborút, játsszuk le a 19. században az Unió nyert, lássuk a 21. században ki nyer. A konfederáció az visszatér. Visszatér, és azt mondja, hogy ti vagytok az Amerika ellenesek. És hogy valójában Amerikának sincs gazdája, meg a világnak sincs gazdája, mert már nincsenek konszenzusok. Megszűntek a konszenzusok. És hogy valójában a MeToo meg a BLM ezeket a konszenzusokat számolja föl. Egyébként a MeToo is meg a BLM is a Donald Trumpnak az elnöki ciklusa alatt vált ilyen pusztító kulturális mémmé. Előtte is létezett. A Donald Trump előtt is létezett olyan, hogy MeToo, meg létezett olyan, hogy Black Lives Matter, csak senki nem hallott még róla. Ott Amerikában bizonyára volt egy, nem tudom én, egy szűk réteg, amelyik ezt ismerte. Én kurvára nem hallottam egyikről se a Donald Trump előtt. Azóta meg, hát ezek írják a kultúrát, meg ezek írják a politikát. Ez elég súlyos probléma. És eléggé szervesen összefügg azzal, hogy kivonul a kultúra a moziból, meg kivonul a kultúra az intézményes szellemből. Mert a szórakoztatás az biztonságosabb, sterilebb, és politikailag korrektebb. És ilyen módon minden egy szupermarket polcán van. Onnan leveheted, berakhatod a fogyasztói kosaratba, és tulajdonképpen az a fogyasztói kosarad az, ami egyre inkább reprezentál téged, meg helyt áll helyetted. Már nem veled kommunikál a kultúra, az intézményes kultúra, hanem a fogyasztói kosaraddal. Úgy van, hogy a rendező filmet rendezett neked. A producer az meg gyárt egy ilyen vidám parkmozit a fogyasztói kosaradnak. Nem neked. Hát abszolút, hát az Amber Heard-ről kiderült, hogy hát maga valójában az Amber Heard volt az agresszor. Johnny Deppet fölmentették, de lezajlott a Kevin Spacey-nek a pere is. És Kevin Spacey-t is fölmentették. Bizony, és úgy mentették fel a Kevin Spacey-t, hogy a Kevin Spacey-nek addigra sikerült tönkre baszni az egész karrierjét. Kinyírták a picsába mindenhonnan. És most meg már próbálna visszakapaszkodni, de hát már de egy, nem tudom én, egy végzetes léket ütöttek a karrierjén. Will Smith. Az a nyomorult Will Smith, az azt gondolta, az egy töredék pillanatra azt gondolta, hogy ez a macsó dolog, hogy ő most megpofoz valakit, mert megvédi a nőjének a becsületét, az majd jól veszi ki magát. Hát nem vette olyan jól ki magát. De tudod, amikor elhangzott a kopasz feleségére vonatkozó vicces, szatirikus vagy ironikus megjegyzés, vagy gúnyos megjegyzés a Chris Rocknak a szájából, akkor a Will Smith még röhögött. És aztán így... Volt egy pillanat, amikor én nem tudom, hogy mi történhetett, lehet, hogy összenézett a nőjével, nője jelzett neki valamit, és egy észhez kapott, hogy úristen, mit csinálok. És aztán hát így kicsit átesett a másik ló másik oldalára ezzel. És akkor hát...
A Johnny Deppet rehabilitálták, mert a Johnny Deppet még életben sikerült a lélegeztetőgépről levenni. De a Kevin Spacey-t már nem. Tehát a Kevin Spacey-t az 6 láb mélyről kellett kiásni, és már félig elrohadt, mire kiszedték a sírgödörből. Tehát már egy kicsit a karrierje, hát hogy mondjam, megpimpósodott addigra. A Woody Allen, csodálatos példa. A Woody Allen az, itt két dologgal vádolták a Woody Allent. Bizonyára nem kevesen a jelenlévők közül látták a HBO-nak a 4 részes dokumentumfilmi, te jó Isten, ennek a szónak valaha volt jelentése. Tehát ezt a 4 részes koncepciós perét a Woody Allennel szemben. Itt két vád hangzik el a Woody Allennel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy a nevelt lányával, aki egyébként nem a saját lánya volt, hanem a feleségének, meg a felesége korábbi férjének volt a fogadott lánya, nem élt egy fedél alatt a Woody Allennel, de valóban viszonyuk lett, és hát aztán a Woody Allen elvette feleségül, azóta is házasok, de a lényeg az, hogy ez iszonyatosan megsértette önbecsülésében a Mia Farrow-t. A másik sztori az az, hogy a Woody Allen a lányát, a tényleges lányát fönt a padláson volt valami 20 perc, amivel nem tudott elszámolni a Woody Allen, és hogy az alatt megrontotta. De hogy se előtte, se utána nem volt a Woody Allennek semmilyen pedofil ügye. Hanem volt egy kritikus 20 perc az életében, ami alatt pedofillá változott, és az alatt ott ő a padláson megrontotta. De hát ez nem a négy részes dokumentumfilm nem volt elég ahhoz, hogy egyáltalán elmondja, hogy mi történt ott fönn a padláson, hanem hogy hát, és akkor megrontott. Ez volt a mondás. Ott velem. És csak szeretném jelezni, hogy a Woody Allen, meg a Mia Farrow-nak a lánya, akivel viszonya lett, meg akivel házasok, azok tehát nagykorú volt. Tehát nagykorú volt, amikor viszonyuk lett. Tehát nagykorú volt a lánya, amikor viszonyuk lett. Tehát ilyen értelemben nem követtek el. Tehát két felnőtt embernek a viszonyáról beszélünk. Világos, hogy ebben súlyos érzelmi felelőssége van a Woody Allennek, meg nem ízléses dolog, ez biztos. De hát akárhogy is, két felnőtt embernek a viszonya, ami nyilván megterhelte az egóját a Mia Farrow-nak. A másik sztori, az meg egy pedofília. És hogy milyen értelemben utalnak ezek egymásra? Ja, valaki a feleségének a nagykorú nevelt lányával viszonyba keveredik, akkor az a kiskorú saját gyerekét is megrontja nyilván. Hisz egy rohadt férfi. Vagy lehet, hogy jobban is ki tudom ezt fejezni. Egy vén zsidó. A vén zsidó testével. Ezekre a fiatal színésznőkre. Mint a Scarlett Johansson. Ráfekszik. És a vén ráncos zsidó bőrével a szép fiatal Scarlett Johanssonon hentereg, és a metélt faszát belerakja. Hát nem szégyeli magát az ilyen? Van egy nagyjából fél órás rész a HBO koncepciós perében, ami erről szól. Hogy ez a szégyentelen vén zsidó, ez milyen fiatal színésznőkkel kavart, hogy nem szégyeli a pofáját. És az egészben már nem az fejeződött ki, hogy pedofil, hanem hogy mit képzel? Rohadt privilegizált férfi. És már... Szóval, hogy az az embernek az érzése, hogy
nem is az az igazi baj, hogy pedofil. Azt süssük rá. Az az igazi baj, hogy elég volt ezeknek a Weinsteineknek az uralmából. És hát ugye a Weinstein az tényleg szexuális ragadozó volt, ellentétben a Woody Allennel. De hát ez egy ilyen, legyen már ebből egy élmény, hogy vannak ezek a hollywoodi zsidók, meg ezek a fiatal színésznők, és hát me too. Me too. Hát a fiatal színésznő, színésznő akar lenni, nem baszni akar a zsidó producerrel, bocsánat. Hanem színésznő akar lenni. És egyébként azok a színésznők lettek me too-k, akik aztán basztak a zsidó producerrel, aztán lett egy karrierjük, és aztán miután lett egy karrierjük, és összejött nekik a hollywoodi álompályafutás, azután így a fejükhöz kaptak, érdekes módon egyszerre, és mindegyikük azt mondta, hogy me too vagyok, hát engem is leszopatott a Weinstein. De akik, tudod, akik nem álltak kötélnek, azok a csajok, akik nem térdeltek le, akik azt mondták a Weinsteinnek, hogy szeretnék színésznő lenni, de ennyire nem, hogy a vén állat testeddel rám feküdj. Ezek a csajok, ezek elmentek pincérnőnek. Ezek nem me too-k. Ők nem me too-k. Ővelük nem kell együtt érezni. Hiszen őket nem zaklatták. Jó, próbálták, de nem jött össze. Viszont akik meg színésznők lettek, akik belementek a játékba, akik befizették a testükkel az áloméletnek, meg az álompályafutásnak, meg a dívaságuknak az árát, azok verik le most a poharat az asztalról. Akik tulajdonképpen haszonélvezői voltak ennek a mocsokrendszernek. Haszonélvezői. Azoknak a rovására, akik nem. Akik pincérnők lettek. Ha ők lennének me too-k, akkor azt mondanám, hogy bassza meg, igazuk van. Nem a színészi kvalitásaik alapján válogattak, hanem az alapján, hogy ki az, aki letérdel a Weinstein elé. Akkor azt mondanám, hogy ez jogos. Na de pont azok me too-znak, akik így szereztek jogosulatlan előnyt. Aztán éltek annak minden hasznával. És kitöltötték a kulturális teret a saját jogosulatlan sikerükkel. És erről se beszél senki. Ez nincs megengedve, ez a szempont. Hanem az az új szabály, hogy aki bemondja, hogy ő az áldozat, az áldozat. És kész. És nem kell kivizsgálni. Minek a jogrend? Minek az ártatlanság vélelme? Minek a bíróság? Meg az ahhoz tartozó teljes jogi felépítmény. Hogyha ezt most már ki lehet iktatni, és tulajdonképpen egy ilyen közlincselés képében vissza lehet térni a fasz a középkorba. Akkor beledoblak a vízbe, és hogyha elsüllyedsz, akkor boszorkány voltál. Ja nem, ha elsüllyedsz, akkor nem voltál, de hát akkor már késő. Ha meg nem süllyedsz el, akkor felgyújtunk. Na, most ezt, azt érzem, hogy ide térünk vissza. Tarantino. A Tarantino probléma. Tarantino az egy nagy, hatalmas nagy innovátor volt, megváltoztatta Hollywoodot alapjaiban. Egy csomó dolgot ő hozott, ami addig nem volt. Addig nem volt ilyen, hogy egy szál kifelé lóg a cselekményből, és nem nincs visszavarva, vagy visszafejtve a cselekmény szövetébe. Ezzel a Tarantino kezdte. Abban az értelemben, mert posztmodern mozi sem létezett, hogy idősíkok el vannak tolva egymáshoz képest. Nagyon sok minden, nagyon sok újítást hozott. De hát természetesen Tarantino sem kapta meg a legjobb filmjéért az Oscart. Nem én, hogy is kaphatta volna, hát az túl előremutató volt, az túl forradalmi volt, az túl jó volt, az túl érvényes volt akkor, viszont megkapta érte az aranypálmát. 94-ben járunk. Ez volt a ponyvaregény. Azért én azt hiszem, hogy a kutyaszorítóban jobb volt, de a ponyvaregény az mindenképpen
bombasztikusabb volt, elementárisabb volt. A kultúrára a hatása felmérhetetlenül nagyobb volt. És hát Hollywood az se lenyelni, se kiköpni nem tudta. Természetesen elszenvedte ennek minden következményét, tehát azért Hollywood visszafordíthatatlanul megváltozott a Tarantino hatás nyomán. De aztán Tarantino, hát hogy finoman fogalmazzak, a maga hatása alá került. Ő elhitte ezt a iszonyatos, elképesztő kultuszt, ami körülötte így képződött. És végül hát úgy jártunk, hogy végig kellett néznünk a Tarantinónak a hanyatlását, meg az elkurvulását. A Becselen Brigantik volt az első jele annak, hogy itt valami... Én azt hiszem, hogy a Tarantino a Kill Bill-lel ért a csúcsra. Tehát a Kill Bill az szerintem valami frenetikus, valami elementáris, valami kurva jó, epikus, valami kurva jó mozi volt. És aztán, de hát úristen, ki tudja abba hagyni a csúcson, főleg akkor, ha ekkora kultusza van, megcsinálta ezt a Becstelen Brigantikat, ami... Hát kurva öncélú volt. Kurva öncélú volt. Hát a bemutatója az Jeruzsálemben volt. A jeruzsálemi filmszínház elé kiállta a Tarantino, és akkor azt kiáltotta, hogy zsidók, és akkor ott természetesen egy kurva nagy tömeg így fölhördült, és kérdezte, hogy akartok nácit ölni? És akkor a zsidók természetesen kiáltották, hogy a faszba ne akarnának. Hát ezt nem hagyhatják ki. És akkor mondta, hogy ja, akkor gyertek utánam, és akkor bementek a moziba, és akkor megnézték ezt a filmet, ami ugye arról szól, hogy 6 különböző történetszálon indul el, egy 6 különböző merénylet kísérlet a Hitler ellen, amik egyszerre teljesülnek. Tehát egyszerre lesz a Hitler megmérgezve, lefejezve, felgyújtva, felrobbantva, kifilézve, és minden létező módon földolgozva és meggyilkolva. Ez ki a faszomnak hiányzott? Ez miért kellett? Ettől most így ez most földolgozhatóbb? Vagy így most így fogjuk tudni elengedni, hogy ez ilyen, hogy ez mire volt jó? És az embernek az volt az érzése, hogy bassza meg, a Tarantino most valami olyasmivel baszakszik, amihez nem ért. Amihez nincs hozzáférése. Ez a holokauszt, meg ez a náciság, meg zsidóság, ez egy olyan téma, bassza meg, amit nem, tudod, nem bekokainozva kéne forgatókönyvet írni róla. Mert nem Tarantinónak való, bassza meg. Csináljon róla valaki olyan filmet, akinek van hozzá affinitása, vagy hozzáférése, mit tudom én. Polanski meg a Spielberg, annak azért volt hozzá valami hozzáférése. Ne a Tarantino. A Tarantino féle, egyébként ezek a forgatókönyvek, ezek tipikusan olyanok, hogy a Tarantino a haverjaival bekóláznak, és akkor írják. Éjszakán keresztül. Aztán nyilván van nagyon jó minőség, sok kokainjuk, hát hogy ne lenne. És aztán jött ez a Django, mert lehet még szarabb. Mert azt érezte a csávó, hogy úristen, egyrészt elkezdett szorongani attól, hogy ő megcsinálta a Becstelen Brigantikat, de most ezzel ő most így kurva jó fej volt a zsidókkal, meg most a zsidók most azért most majd bizonyára szeretni fogják, meg még inkább kultiválni fogják, na de megbántotta a németeket, jaj. Hát akkor most bocsánatot kell kérni a németektől, és ugyanazzal a Christoph Waltz-al kell bocsánatot kérni a következő filmjében a németektől, és az embernek tényleg az az érzése bassza meg, mint amikor ez a hülye kutya így kergeti a saját farkát, de sose éri el. Amikor a Tarantinót látja, hogy így próbálja harapni a kurva kutya a farkát, de nem tudja, mert mindig, ahogy nyúlna érte, mindig elhúzza a farkát. És sose éri el, és így megy ez a hülye kergetőzés. Most bocsánatot akarok kérni valamiért, amit elkövettem, de azt se gondoltam úgy, csak bassza meg, túl sok volt a kokain, vagy nem tudom.
És szerintem az egész Tarantino életműnek a legalja ez a Django. Amikor egy fejvadász, akinek az az élete, meg az a hivatása, hogy ő lelkiismeretlenül lő agyon embereket, akiken vérdíj van, aztán felveszi a pénzt. Ez a fejvadász, ez pusztán azért, mert valami déli rabszolgatartó nem tudja, hogy kicsoda D'Artagnan, ezért föláldozza a saját életét, meg a barátainak az életét, akikért az egészet csinálja. Csak úgy. Pedig már elvonulhattak volna. Már minden megvolt. De ő neki ott akkor így föl kell szakítania az ingjét, és azt kell mondania, hogy eddig és nem tovább. Ezt a halálos, dögletes pátoszt. Ezt a, ami nálunk itt Magyarországon a demokratikus kartának a rendezvényein 1993-ban vagy 94-ben járunk, hogy így, na ezt nem tűrhetjük, hogy nem tudja kicsoda D'Artagnan, miközben a rabszolgát úgy hívják, hogy D'Artagnan, de ő nem tudja, mert műveletlen is, nem csak fasiszta. És akkor ő ott föláldozza magát. Ez és nyilvánvaló, hogy azért csinálta, mert ő úgy spekulált, hogy ezért majd Oscar jár. Ezért a liberális kinyilatkoztatásért, amit ő ott tesz. Ezért az érzékenység demonstrálásért. És jól számolt. Jól számolt a rossz ízlésű, ideológiailag motivált akadémiával. És meg is kapta érte az Oscart. Meg is kapta érte. És kurva büszke volt, hogy na, most lett nagy rendező. Ez a nagyon durva, hogy a 20. század második felében, mondjuk a 70-es években azért járt az Oscar, hogy valaki felülmúlta önmagát. Mostanra meg már azért jár az Oscar, hogy valaki alulmúlja önmagát. Hát hogyha hajlandó vagy Hollywood kedvéért meggyalázni a saját életművedet, és lerombolni a saját rendezői referenciáidat, akkor Oscar. Akkor Oscar. Mert akkor látjuk, hogy többet ér neked a mi ideológiánk, meg a mi tetszésünk, meg a mi rossz ízlésünk, mint amúgy az, aki te vagy, meg ami téged nagyjá tett, mint rendezőt. Akkor Oscar. De a Tarantino is nagyobb rend volt már, mint az Oscar. De a Tarantino még sokkal fiatalabb, mint a Scorsese. A Tarantino úgy volt az akadémia, hogy ha nem demózik itt nekünk valami nagy erkölcsi példázatot, a mi nívunkon előadva, akkor majd 20 év múlva valamiért odaadjuk neki. De így, hogy ő itt elől jár, és akkor itt demonstrálja azt, hogy tudod, erkölcsi példázatot ad valaki, akinek az ki pont ehhez nincs hozzáférése. A Tarantinót nem ezért szeretjük. Nem azért szeretjük, mert erkölcsi traktátusokat tesz. Mert nem ért hozzá. Nem ért hozzá, hülye hozzá. Őt a kurvára penge dialógusaiért szeretjük, a kurva jól megírt történeteiért szeretjük, azokért a karakterekért, akiket megalkot, ellenállhatatlan karakterekért szeretjük, azokért a fordulatokért szeretjük, amik a cselekményben vannak, azért szeretjük, mert olyasmi történik, mindig meglep minket. Tehát egy csomó mindenért lehet szeretni a Tarantinót. És akkor itt van ez a legutolsó film, ugye ez a Volt egyszer egy Hollywood. Hát ebben már semmi nem volt abból, amiért a Tarantinót szeretni lehet. Nem volt benne egy kurva dialógus. Nem volt benne egy kurva karakter, aki úgy nagyjából föl lett volna építve. Nem volt benne semmi konfliktus. És az volt a nagy élmény, hogy akkor nem abba a házba mennek be, hanem a szomszéd házba mennek be, bassz meg. Hát most Hollywood, hát igen, Hollywood, amelyik már csak magára reflektál. Hollywood, amelyik el szeretne mesélni önmagáról valami fontosat az embereknek. Mit? Azt, hogy hát itt a hőskorban, itt
A Polanszkinak megölték a feleségét, pedig ha a szomszédházba mennek be, akkor bazd meg izé lángszorúval lettek volna megpörkölve. Hát ezt most kurva jól el lett mesélve ez a történet, kurvára rászorultunk. Nem is tudjuk, mi lett volna velünk enélkül a történet nélkül, ha ezt nem tudhatjuk meg. Hát az európai film az... Európában is olyasmi történt, tehát hasonlóan zajlik le a folyamat, mint Amerikában, mert a kultúra, mint az időjárás, nyugatról megy kelet felé. Tehát az Atlanti óceánon nyugatról kelet felé, a tőke erejével. Mivel Amerikában nagyobb a tőke, az amerikai tömegkultúra gyarmatosítja az európai kultúrát, és hát most mondanom sem kell, hogy mennyire kontraszelektív az a folyamat, ahol az egykori gyarmat gyarmatosítja az egykori gyarmattartót. Hát mi vagyunk a gyarmattartó, bassza meg, ők a gyarmat. Nem nekik kéne visszagyarmatosítani minket, mert ezt hívják úgy, hogy kontraszelekció, vagy így ezt hívják úgy, hogy deevolúció, tehát visszafejlődés. Én nem látom azt, hogy az európai mozi az különösebben hatékonyan ellen tudna állni ennek a folyamatnak. Nem nagyon látom azt. Meg a helyzet az, hogy Európában is egyre inkább, hogy mondjam, streaming készül. Már nem mozi. Önmagában ez, hogy mozi, elmegyünk a moziba együtt. Az emberek sokkal lustábbak, komfortosabbak, mint egykor. Ma már nem akarnak az emberek elmenni, miért menjen el a moziba? Ő otthon megnézi. Nem akarnak az emberek moziba menni. Nem ér nekik annyit. Nem ér nekik annyi kényelmetlenséget. Egyszerűen ellustultunk, és el is vesztettük az intézményes kultúra támogatását abban, hogy mi közös élményeket építsünk, vagy közös élményeket gyártsunk magunknak. Egy VB döntő még egy nagy közösségi élmény. Tehát az 4 évenként van. És most annak, aki szereti a focit, azért mondjuk 10 emberből 6 az azért tud róla megnézi. Hát a többi az már nem. Tehát olyan értelemben úgy közösségi élmények, mint ami a Terminátor 2 volt, amit egy mindenki látott, és egy időben, mert az egy óriási élmény volt, ott láttuk először a Morph nevű effektet, az addig nem létezett, és hát senki nem hitt a szemének a moziban, hogy mi a fasz van, higany ember átváltozik, meg hosszabb lesz az ujja, és átszúrja a fejét, vagy mi van? Szóval, hogy ilyenek már nincsenek. Már nincsenek ilyen élmények, hogy láttad, bazd meg. Hanem ez egy ilyen kommersz élményé vált, és már nem filmjelzi a kultúra a technológiai innovációkat. Tehát már nem az van, hogy itt van egy nagy technológiai innováció, mint a Morph, és ahhoz hozzárendelünk egy nagy, erős rendezői koncepciót, amit ott a James Cameron hozzárakott. Hanem az van, hogy van ez a technológiai innováció, hát akkor majd a beszélő fakéreg, meg a mormota majd bemutatják, milyen kurva jó lesz. Én nem tudok a beszélő fakéregen napirendre térni. Hogy az hogy lett, bazd meg. Ugye ez már szerintem olyan, hogy volt valahol valami számítógépes játék, ahol valami fasz programozó egyszer kitalálta, hogy verekedjen a fakéreg. Ha-ha-ha, jó vicc, bazd meg. És aztán így elterjedt, és a hülye gyerekek, azok azt mondták, hogy a fakéreg, hát én is a fakéreggel akarok lenni, és olyan kurva népszerű lett, hogy elindult valami hülyeség, és már nem lehetett megfordítani. Már nem lehetett azt mondani, hogy jaj, hát csak vicceltünk, hogy a fakéreg, mert már bazd meg,
Három országnak a nemzeti összterméke volt az, amit megtermelt a fakéreg a verekedésével, bassza meg. Már nem lehetett kifordulni belőle. Már csak előre lehetett menni. Hát jó, hát akkor verekedjen a fakéreg. Akkor még egy részt a fakéregről. A fakéregnek a fakéreg apja, meg a fakéreg anyjának is már volt egy története, azt is mutassuk meg. A fakéreg baszik a másik fakéreggel, kis fakéreg születik. Nyilván az is egy szuperharcos lesz, mert mi más? De a Jokert, igen. De a Joker az nem egy mai mozi. A Joker az egy Scorsese. Két Scorsese filmből lett összehegesztve. A komédia királyából, meg a taxisofőrből. És ugye mind a kettőtben a De Niro a címszereplő. És ugye nem véletlen, hogy a De Niro szerepet kapott, egy epizód szerepet kapott a Jokerben. A rendező, a Todd Phillips ezzel is tisztelegni akar a Scorsese a nagymester előtt, akinek az ecsetvonásait átvette és alkalmazta. A Joker az csodálatos, azért csodálatos, mert be van ágyazva ebbe a szuperhős univerzumba, de kurvára nem kell a Batman-t azokkal a kibaszott fülekkel nézni, mert az teszi komolytalanná a dolgot. Nem, be van ebbe az univerzumba ágyazva, de nagyon ízlésesen. Nagyon jó ízléssel is. És diszkrét módon, és nem közönséges módon. Ez a Todd Phillips ezelőtte olyan filmeket csinált, mint a Másnaposok 1-2-3. Hát hogy ő amúgy nem ilyen rendező lett volna. Csak aztán azt vette észre, talán valamikor a Másnaposok 3 után, hogy már nem mennek át a vígjáték filmtervei. És akkor ő azt hiszem nyilatkozott is valami olyat, aztán el is indult vele szemben egy hajtóvadászat, csak aztán a Jokernek a sikere az a stratoszférákba emelte a Todd Phillips-et, és már sérthetetlenné vált. De hogy elindult ellen egy ilyen sajtó leszámolás, mert a Todd Phillips az azt mondta, hogy már nem lehet Hollywoodban, már nem lehet vígjátékot csinálni. Már nem lehet viccelni. Mert valaki mindig megsértődik, bazd meg. Azon, ami vicc volt. Megsértődik. És nem arról van szó, hogy sértődékenyebbek lettek az emberek, mint régen. Kurvára nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy megsértődni megéri. Érdemes lett megsértődni. Egy jó kis sértődéssel az ember nagyon messzire eljuthat. Sok mindent elérhet. Azt hiszem, hogy a Geszti Péter volt az, aki azt mondta, hogy nem akkor kell megsértődni, amikor okod van rá, hanem amikor alkalmad. Milyen jó tanács. Pont az ilyen ravasz, érzelmi manipulátor, ilyen spekulatív, ilyen mi képzelem ezekben a párkapcsolatokban, ez milyen jó tanács, hogy jó kis alkalom a sértődést, ez milyen jó is most. Ezt majd én kreditekre váltom, majd ezért a sértődésért nekem majd járni fognak vacsorák, vagy jachtok, vagy nercbundák, vagy hát szektorok. Az Isten tudja, hogy nyilván csak én nem tudok úgy megsértődni, ahogyan Rogán Cili meg tud sértődni. Ez a sértődés is nyilván egy művészet. Óriás szinten lehet művelni. Na szóval ez van, hogy túl jó üzlet lett a sértődés. Túl kifizetődő lett a sértődés. És ezért mostanában már mindenki ebben utazik. És ezért a Todd Phillips befejezte a vígjátékokat. Azt mondta, hogy nem csinál többet, mert nem lehet. Ez a Hollywood alkalmatlan rá. Nem, már nem lehet viccelni. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor ő fog egy olyan filmnyelvet, ami nem a sajátja, de valamit, amiben nagyon hisz, valamit, aminek a művészi erejében ki tudja fejezni a saját mondását, vagy a saját gondolatát,
és gyártott egy ilyen nagyon erős szociodrámát, a Jokert. Ami nem a ebben a szuperhős térben, még csak nem is a jó és a rossz küzdelmében fejezi ki a maga cselekményét, hanem a magára hagyott társadalom. És a külvárosok, meg a kültelkek, meg a lakótelepek, amiknek elengedte a kezét az állam, és a szociális hálóból kihullott szerencsétlen deviáns figurák, akik egy bizonyos ponton fölmondják a társadalmi szerződést. És azt mondják, hogy igen, ti így, hát akkor válaszul én is így. És ez egyre többeknek az érzése, hogy az elit leveszi a kezét a kisemberről, akkor a kisember, ugye a kisember, az elit, tehát a társadalmi szerződés a Rousseau-i értelemben az azt jelentette, vagy a John Locke értelemben azt jelentette, hogy az egyén az lemond bizonyos jogokról, mondjuk az önvédelem jogáról, meg az önbíráskodás jogáról, de cserébe az állam őt megvédi, és biztosít az ő számára védelmet, meg jogokat, de ezeket a bizonyos jogokat átruház az egyén az államra. Ez jelenti az államnak például az erőszak monopóliuma. Na most a 20. század második felében először a jobb oldalon, aztán a bal oldalon lezajlott egy neoliberális fordulat. A jobb oldalon ezt a 80-as években a Ronald Reagan és a Margaret Thatcher film jelzi, a bal oldalon, meg az ezredforduló éveiben a Bill Clinton, a Tony Blair, a Gerhard Schröder, és hát itt Magyarországon a Gyurcsány Ferenc nagyon rossz kiadásában. Nagyjából ezt fémjelzi. Ez a neoliberális fordulat azt jelenti, hogy az állam felmondta a társadalmi szerződést. Nem védelek meg, nem gondoskodom rólad, védd meg magad, ha tudod, gondoskodj magadról, ha tudsz. Ha nem, akkor meg dögölj meg a híd alatt. Jogod van hozzá, mert szabad vagy. Ezt jelenti a szabadság. Ezt jelenti a liberalizmusuk. Valójában ez a neoliberális fordulat azt jelenti, hogy a jobb oldal Reagan és Thatcher után már nem jobb oldal többé, hanem liberális. És hogy a bal oldal a Schröder után, meg a Blair után, meg a Clinton után már nem bal oldal többé, hanem az is liberális. És akkor erre az egyoldalú a társadalmi szerződés egyoldalú felmondására válaszul, az egyén azt mondja, hogy tényleg? Igen? Nem védesz meg? Nem vállalod a rád eső részét a szerződésünknek? Akkor mostantól baszok én is a szerződésünkre, jó? Ez a Joker. Ez fejeződik ki a Jokerben. Akkor jó, akkor csinálj, akkor játsszuk így. Már nincs vesztenivalóm. Igen. Igen, vannak ilyen filmek, mint a Ház, amit Jack épített, meg a Joker. De hát ezek a filmek, a Ház, amit Jack épített, az csodálatos. Azt érzem, hogy Lars von Trier a hosszú-hosszú válságkorszakából most arra kilábalt. Azért itt voltak, szerintem a Dogville utolsó negyed órájára esett bele a mély gödörbe a Lars von Trier, és aztán hát meglehetősen nézhetetlen, vagy nehezen nézhető filmek sorozata következett. De a Ház, amit Jack épített, az valóban kifogástalan film. Tehát az a régi értelemben vett igazi Lars von Trier, a legjobb, ami tőle kitelt. De ezek a filmek, ezek ma már a kivételek, nem a szabály. A szabály pedig a Vidám Park mozi. És
Természetesen még vannak ilyen filmek, de vajon nem azért vannak még ilyen filmek, mert ezek az alkotók még nem haltak ki illedelmesen? Még mindig él ugye a három nagy rendező fejedelem, a Clint Eastwood, a Woody Allen, meg a Martin Scorsese. Hát ők már mind a 80 fölött vannak, sőt, hát azt hiszem, hogy a Clint Eastwood az most már 90-et nyaldossa. Az ő eltűnésükkel, vagy az ő kihalásukkal tényleg elbúcsúzik a kultúrának egy bizonyos korszaka. És most az Aronofsky az, akire azt tudom mondani, hogy még viszonylag a fiatalok között egy igazi nagy alkotó a filmművészetben. De a 20. század derekán, mondjuk a 70-es években, érdemes megnézni, hogy a 70-es években mik nyerték az Oscar-díjakat. Milyen filmek? Az az időszak volt, amikor a közönségfilm és a művészfilm jóformán átfedésben egymással létezett. De a közönségfilm olyan mértékben, már volt közönségfilm és volt művészfilm, de a művészfilmek zöme nagyon jól érthető és befogadható és nézhető volt. A közönségfilmek meg nem úgy tartalmaztak művészetet, mint a csokoládé, ami nyomokban mogyorót tartalmaz, hanem egy nagyfokú átfedés volt a közönségfilm és a művészfilm között. Azt hiszem, hogy ennek voltak emblematikus alakjai is. Amerikában ez volt a Scorsese, aki ha akarom művészfilm, ha akarom közönségfilm. Soha egyetlen művészfilm nem volt ennyire közérthető, soha egyetlen közönségfilm nem volt ennyire színvonalas, vagy ennyire tartalmas, vagy ennyire elementáris. Ilyen volt Európában a Luc Besson, aki aztán sajnos producernek állt, és mint producer lett kurva sikeres, csak miközben ő egy sikeres producer lett, filmrendezőként elvesztette a mojóját, mert túl jó producer lett. Tehát, hogy túl közel merészkedett az üzlethez, és most meg már hiába kap a fejéhez, és próbál visszatérni filmrendezéshez, már nem tudja azt, amit egykor tudott. Hát a Mechanikus narancs az csodálatos, én, de mindenkinek megvan a maga kedvenc Stanley Kubrick filmje, mert a Stanley Kubricknak valójában azt szokták mondani, hogy nincs stílusa, mert minden filmje más stílusú, mert minden stílusban csinált egy filmet. Ennek megfelelően csinált ő még egy horror filmje is van. A Ragyogás, ugye? Hát nekem a Mechanikus narancs a kedvenc Kubrick filmem. Szerintem az a film az első képkockájától az utolsóig tökéletes. Az tökéletes. És azt hiszem, és úgy, hogy valamikor a 70-es évek elején készült, 71 vagy 72-ben készülhetett talán. Igen, nagyon erőszakos film, de én soha nem láttam az erőszaknak az esztétikáját ennyire nagy művészi erővel előadva, mint abban a filmben. És az erőszak morális megítélésére vonatkozó példázatot sem láttam még ilyen erőteljesen. És az emberi szabadság, meg az emberi önrendelkezés, meg az emberi méltóság melletti demonstrációt sem láttam még ennyire művészileg hiteles és érvényes módon kifejezve, mint a Mechanikus narancsban minden szempontból. Tehát és a helyzet az, hogy a mai szemmel megnézve, ha egy mai fiatal megnézi a Mechanikus narancsot, az itt és most ma is teljesen érvényes, és nem csak hogy érvényes, teljesen élvezhető, teljesen átélhető, és teljesen magával ragadó, egyszerűen az a film nem tud kopni, nem tud elévülni. Egyszerűen. Az olyan, mintha ma se lehetne ebben a témában erősebb, érvényesebb, meg húsba vájóbb, meg
meg szédítőbb erejű filmet csinálni erről a témáról. Ma se lehetne. Hát az időtlen az a film. Igen? Nem nagyon. Nem hiszem, hogy a videójátékok képesek lesznek arra, hogy ezt a teret betöltsék. Valahogy az igazi probléma az, hogy az érvény az elszivárog, és az élmény tölti ki a helyét. Az élmény lép az érvény helyére. És az érvény van alárendelve az élménynek, és nem az élmény az érvénynek. Ez korábban fordítva volt. És ez egy olyan folyamat, ami én nem látom a lehetőségét annak, hogy ez megváltozzon. Nyilván az ember várja az új Aronofsky filmet, meg várja az új Lars von Triert, meg még vannak olyan európai rendezők, akikben azért még hinni lehet, bizonyára az Almodovárban, meg az Anders Thomas Jensenben, vagy a Thomas Winterbergben még lehet hinni, vagy még tőlük érdemes várni, vagy még lehet, hogy a Tornatórénak lesz valami jó filmje, amit még érdemes lesz megnézni. Tehát még azért vannak, még élnek olyan nagy alkotók, meg ugye azért még lesz Woody Allen, meg még bizonyára lesz Clint Eastwood, sőt, most nem tudom én, pár hét múlva fogják bemutatni az új Scorsese-t, ami állítólag kurva jó, és semmi kétség, hogy kurva jó lesz. Tehát azért még vannak nagy filmes élmények, de azért azt nem lehet nem látni, hogy ez az élmény, az ehhez tartozó kultúra, az vonul ki. És a helyére jön valami, ami már úgy van kitalálva, meg legyártva, meg formatálva, hogy fel vannak mérve a mi fogyasztói igényeink, és arra van legyártva. Tehát nem a rendezőnek a víziójából lép ki a mozi, hanem a mi igényeinkhez igazodva születik a mozi. És ebből következően ez már minket sehova nem tud eljuttatni az A-ból, A-ból nem jutunk el a B-be, mert nem akar minket elvinni a B-be. Minket az A-ban akar hagyni, és az A-ban akar elszórakoztatni. Nem jutunk el a B-be. Márpedig a kultúrának az a dolga, hogy az embert megváltoztassa. De itt a kultúra formálói már lemondtak erről. Nem akarnak az emberrel kezdeni semmit. Legfeljebb kimosni az agyát, és ha ez nem sikerül, akkor legalább megfélemlíteni. Mint a 101-es szobában a Winston Smith-t az 1984-ben. Ha ki tudom mosni az agyadat, akkor az úgy is jó. Ha nem tudom kimosni az agyadat, akkor meg példát statuálok neked. Mutatok ilyen nagyon híres, nagyon nagy presztízsű embereknek a fejét a Dárda hegyén, és majd elgondolkozol legközelebb, hogy mit mersz és mit nem. Oppenheimer filmről. Hát én a Christopher Nolant egy nagyon túlértékelt dolognak tartom, megmondom őszintén. Az a tény, hogy a Batman, mi az Sötét Lovag, az a negyedik legnépszerűbb film az IMDb-n. A negyedik. Ami hát legalábbis bizarr. Hülye füleivel. Nem akarom kétségbe vonni, hogy a Christopher Nolannek voltak nagyon nagy dobásai. Az én szememben a Memento az, ami a... Én azt valóban csodálatos filmnek tartom. De a helyzet az, hogy az a hype, ami körbeveszi Christopher Nolant, az nem egyszerűen eltúlzott, mert ez a szó nem fejezi ki. Hanem az abnormális, az nem evilági, annak a realitáshoz már nincsen kapcsolata. Tehát a
Szóval őszintén az az érzésem legtöbbször a Christopher Nolan filmjeit látva, hogy a Christopher Nolan az egy ilyen szemfényvesztő. Egy szemfényvesztő, aki ilyen nem tudom, homokot szúr a szemedbe, mutat egy bűvész mutatványt, és mindenki beszarik. És akkor mindenki a micsoda élmény. Szóval nem tudom, egy kicsit szarnak tartom. De amúgy, hogy mondjam, olyan nagyon bombasztikus szuperszemét legtöbbször. Most én azt a Tenet című legutóbbi előtti filmjét, ezt én nem tudtam megnézni. Hát én néztem a 20. percig, és én nagyon elszántam magam, hogy végig fogom nézni. És a 20. percben már egy kurva szót nem értettem. És akkor mondom, hogy biztos én vagyok a hülye, megnéztem újra az elejétől, és megint a 20. percben ledobta az agyam az égszíjat. Nem tudtam megnézni, nem tudtam, hiába. És aztán már harmadszor már el se kezdtem. Inkább hagyom a picsába. Ez már nem nekem, tehát kicsit azt érzem, hogy oké, boomer, ezeket nem nekem gyártották, ezeket a filmeket már. És akkor ahhoz képest ez az Oppenheimer még egy ilyen érthető valami volt, így végig lehetett követni a sztoriát, volt egy érthetően elmesélt cselekménye, de hát úristen, milyen szinten van már hype-olva ez a film, milyen szinten van kultiválva ez az élmény. Hát azért ennek nem felelt meg. Azért nem volt olyan rossz film, végig lehetett nézni, érdekes volt, csomó érdekes dolog kiderült, de most mitől kéne most mindenkinek összefosnia magát? Tényleg annyira jó volt? Vagy van ez a, hogy azt érzem, hogy az a Nolan a filmnek, ami az Elon Musk a hát úgy mondom, hogy a szilícium völgynek, hogy azt hiszem, hogy a Elon Musk az a Steve Jobsnak a kreditjeit jogosulatlanul éli fel. A Steve Jobs az egy olyan innovátor volt, aki tényleg megváltoztatta az életet a bolygón. Ezt nem lehet elvitatni, hogy van a Steve Jobs előtti emberiség, meg a Steve Jobs utáni emberiség. Az ott elvégzett valamit. Azon persze lehet vitatkozni, hogy ez hasznos vagy sem, jobb volt a világ Steve Jobs előtt vagy sem, normálisabb volt az ember az előtt, hogy 4 másodpercenként kattogtatta azt a fasságot, bazd meg, mert valami információt mindenképpen tudnia kellett, amire kurvára nem volt kíváncsi, csak az információ kíváncsi rá, de most már kényszeresen, tudod, kattogtatnia kell, meg nyomkodnia kell a kurva okos telefonját. Biztos jobb világ lett tőle, de most nem is ez a lényeg, megváltoztatta az életet a bolygón. És akkor ehhez képest jön az Elon Musk, és azt mondja, hogy megcsinálom nagyjából ugyanazt a műveletet az autóval, mint amit ő megcsinált a telefonnal. És ahogyan a Nokia meg a Motorola az leszerepelt és elmehetett a picsába, mert megjött az iPhone, azt fogja ő csinálni a Tesla autóval, hogy majd a BMW, meg a Mercedes, meg a Volkswagen elmehet a picsába, meg a Honda, meg a Toyota, mert megjött a Tesla autó. És hát azért ez nem történt meg. Hát ez nem történt meg. Tehát itt egy ilyen szép, tehát valaki szélhámoskodott egyet, fölvette a krediteket, de hát bassza meg nem töltötte be azt a helyi értéket. Na és valami hasonlót érzek a Stanley Kubrickkal, meg a Christopher Nolannel. Ugye a Christopher Nolan ma a jelenkor Stanley Kubrickjának van tekintve és kinyilvánítva. De hát kurvára elmarad ettől. De a kultusza az annak megfelelő. Valahogy az ahhoz tartozó krediteket éli fel. Ez az érzésem van. Nem láttam a második Avatart. Igen. Hát az, hogy Vidám Park mozi valójában. És az, hogy a legvégén az erdő állatai legyőzik a
konkvisztádorokat, meg a megszállókat. Tudod, oda megy a birodalom, és akkor az erdei állatok, az őzek, meg a varjak kiűzik őket. Na nem áll. Tudod, ez már olyan, hogy a 5 éves gyerek is okosabb ennél, mint ahogyan így kezelik az emberek. Tehát, hogy az tényleg egy ilyen nagyon nyálas, nagyon gagyi, nagyon szirupos, nagyon hollywoodi, nagyon élménycentrikus sztori az Avatar. Mondom, a második Avatart én már meg se néztem. De biztos az is nagyon szórakoztató volt. Csak azért a Terminátor az azért egy fajsúlyosabb sztori volt, meg egy fajsúlyosabb mítosz volt, mint ez az Avatar, nem? Azért a James Cameron is tudott ennél jobbat. Tehát ő is, hát hogy mondjam, az idővel, ahogy teltek az évek, meg az évtizedek, ő is megtanulta, hogy Hollywood önmagad alulmúlását jutalmazza. A Titanicot jutalmazza. Nem a csúcs teje. Tehát te az elkurvulásoddal és az elkurvulásod széles gesztusokkal előadott demonstrálásával váltod meg a magad jogát az Oscarhoz. Nem azzal, hogy felülmúlod magad. Nem azzal, hogy megalkotod a mesterművet. Azt a mesterművet, hogy mi volt a mestermű, azt majd az értelmiség a maga szalonjaiban majd kinyilvánítja, ahogyan tudja. Azt annyi. Igen? Az van, hogy a rendező az ma már nem a film istene. A rendező az egy alkalmazott, akinek, hogy mondjam, az is egy know-how, az is egy mesterember, akinek el kell végeznie azt a feladatot, ami az ő dolga, de ő már nem a filmnek az istene. És nem a rendezőhöz alkalmazkodik, meg nem a rendező víziójához fog alkalmazkodni a producer, meg mindenki más. Hanem az van, hogy a rendező az egy szaki, aki végezze el rendesen a melót, és akkor megkapja rendesen a pénzét. De ő már nem, ma már a producerek nem fognak a rendezőkkel így közel harcolni, meg szkanderozni, hogy mi maradhasson bent a filmben, meg hogy mit csinálhasson. Azt ők megmondják, és hogyha a rendező nem teljesíti, vagy nem úgy teljesíti, akkor mehet a picsába, azt jön más. Tehát a Sergio Leone-nak nem lehetett azt mondani, hogy Sergio, nem tetszik, el lehet menni. Aztán hozok valaki mást. Mert nem volt más. Nem volt más. Sergio Leone-nak a helyére nem lehetett állítani valaki mást. Na most ma hány ilyen rendező van, mint amilyen a Sergio Leone, aki befeszülhet egy producernek, befeszülhet egy filmstúdiónak. Azt meri mondani, hogy akkor nem csinálom. Hát nem csinálod, öreg. Kurvára sajnáljuk, mindenki pótolható, öreg. És ma már ez tényleg így van. Bizonyára van még néhány olyan alkotó, aki ezt megteheti. Mert még él, mert még életben van. A Scorsese-vel nyilván nem lehet azt csinálni, amit akarnak. De ezek az emberek ki fognak halni pár éven belül. És aztán marad egy olyan világ, ahol a rendező már nem góré, csak alkalmazott. Guy Ritchie? Hát a Guy Ritchie az európai Tarantino. Hát ő az európai Tarantino. A Guy Ritchie az egy stílus. A Guy Ritchie az egy élmény. A Guy Ritchie az egy modor, az egy fellépés, az egy... És hát nagyon sok kokain megint. Tehát megint ugyanott tartunk. Tehát, hogy így a kokainban mártott forgatókönyv. Csak Európában Guy Ritchie-nek hívjuk, Amerikában meg Tarantinónak. De hát ez ugyanaz a... Valójában azt látjuk, hogy a Guy Ritchie filmek, meg a Tarantino filmek, azok alapvetően a figuráknak az attitűdjében fejeződnek ki. Tehát nem az van, hogy itt van egy sztori, ami olyan Guy Ritchie is, vagy egy olyan cselekmény, ami olyan Guy Ritchie is, hanem a karakterek, a figurák mindegyike Guy Ritchie, mert mindegyike ilyen halálosan penge. Attól ilyen penge, hogy kokainnal van
élezve, meg fényesítve az a duma. Igen, igen. A kokain az ilyen éleket von a dumákra. Attól lesz ilyen Guy Ritchie is. Tudod, olyan kurva menő. Igen? Martin McDonagh. Hát Martin McDonagh az különleges. Mert a Martin McDonagh az úgy lett rendező, hogy ő eredetileg egy drámaíró. És ő a ezredfordulónak az egyik nagy kortárs drámaíró géniusza. Ő tényleg egy ilyen csoda gyerek. Indult. És mostanra meg már, hát azt lehet mondani, hogy egy álló csillag a drámairodalomban ma. A budapesti mozik, vagy mi a színházak is tömegével játszanak McDonagh darabokat. De nincs olyan hét, hogy ne tudnál valamilyen McDonagh darabot megnézni valamelyik budapesti színházban. Tehát tulajdonképpen a mai drámaírók közül jóformán csak a Jászmina Reza fogható a McDonaghhez is. Azért is fontos a McDonagh, mert ő nem ezt a posztmodern színházat műveli, hanem a hagyományos értelemben vett modern színházat. Modern színházat. Tehát az Henrik Ibseni értelemben vett modern színházat. Ami az igazi. És ő aztán, mint drámaíró, gondolt egyet, és azt mondta, hogy akkor miért is kéne nekem a saját drámáimat eladni, hogy adaptáljanak belőle egy szarfilmet? Hát akkor inkább megrendezem én, sőt, megírom a saját forgatókönyvemet, és megrendezem, hogy az olyan legyen, amilyennek én azt megálmodtam. És aztán kiderült, hogy rendezőnek is kurva jó. És elkészült ugye az In Bruges, minden idők egyik legjobb filmje, ami valahogy egyszerre hordozza a Tarantino-féle, meg Guy Ritchie-féle ilyen nagyon-nagyon-nagyon menő, penge, kurvaanyázós dumákat, meg az igazi, hagyományos értelemben vett Shakespeare-i minőségű drámát egyszerre. Egyszerre szállítja. Amilyen, ilyet nem láttunk. Hogy így a William Shakespeare-t meg a Quentin Tarantino-t ötvözöd. Tehát ez tényleg valami elképesztő nagy teljesítmény. És akkor utána meg csinált egy másik nagyon jó filmet, ami a egyik legjobb én általam látott politizáló film a mai Amerikáról, meg identitáspolitikáról, ez a Három óriás plakát Ebbing határában című filmje, az is valami frenetikus film. Olyan játékkal, meg olyan dialógusokkal, meg olyan cselekménnyel, meg olyan drámával, hogy az lefegyverző. A McDonagh az biztos, hogy olyan, hogy ott kurvára nem pofázhat bele senki. Tehát ott az van, hogy ott a McDonagh-et megszerzi egy filmstúdió, akkor a filmstúdió azt mondja, hogy a McDonagh csináljon olyan filmet, amilyet ő akar, abban tényleg senki nem mer bele pofázni. De hát azért nem, mert a McDonagh-nél vannak a jogok. Tehát az van, hogy az az ő könyve. Ott nem mondhatják azt, hogy kirúgjuk a McDonagh-et, mert a McDonagh viszi magával a forgatókönyvét. Tehát azt nem tudják, őt nem tudják onnan kibaszni. Ő egy szerzői filmes, ő nem egy alkalmazott. Ő nem valaki, akit fölvettek, mert ő egy jó szaki, aki jól meg tudja rendezni. Tehát ezért ő neki megvan ez a privilegizált helyzete. De régen ez volt az általános. Most meg ez egy privilégium. Azért a helyzet nagyon megváltozott, és nem az előnyére. Igen?
Igen. A trópusi vihar az egy ilyen vicces Hollywood szatíra. Az a film az elég jól öregedett. Tehát az a ne nyomd fullba a kretént, meg az a néger Robert Downey Jr., aki, tehát hogy az a, eleve a blackface, tehát hogy tehát már a Robert Downey Jr.-t, meg a Ben Stillert már régen ki kellett volna csontozni Hollywoodban a blackface miatt, de hát valamiért nem tették meg, mert a film túl népszerű. De ez hogy is van? Ha kurva népszerű a film, és jól bejött a blackface, akkor a blackface az nem is sértő? Hát úgy tűnik, hogy nem. Ezt is ilyen szelektíven alkalmazzák. Minden esetre az egy érdekes film, vicces film, nem egy nagy film, de egy szórakoztató, és legalább egy olyan pillanat, amikor Hollywood nyomokban reflektál önmagára. És tényleg nagyon nem PC, és ilyen értelemben menő. Valóban. A jó magyar filmet hol keressük? Hát a film archívumban. Jó magyar filmet? Hát én mit láttam utoljára jó magyar filmet, te jó Isten? 1981 Dökkesejű. Felhő a Ganges felett. Az egy jó magyar film volt Ternyák Zoltánnal valamikor a 90-es évek második felében. De már, jó magyar film utoljára? Saul fia. Az jó volt. Hát, Endi Vajna is meghalt. Oda a magyar film. Igen, pedig Endi Vajnára nem úgy gondolt az ember, mint aki a filmművészetnek, vagy a filmgyártásnak egy ilyen nagy ikonikus alakja, aki majd a magyar filmet megváltja, de akárhogy is azt a mocsarat, amit itt a magyar filmesek, itt azt a posványt, amit itt a magyar filmesek itt üzemeltettek 20 éven keresztül, a roncsfilm újabb és újabb remékjeivel, mert ez volt a magyar filmgyártás 20 éven keresztül, hogy csináljunk még egy roncsfilmet, és még egy roncsfilmet, ilyen 100 milliókból. Akárhogy is az Endi Vajna ezt a mocsarat lecsapolta. Hát épített a helyére egy plázát. De hát akárhogy is a mocsarat lecsapolta. És azért abban a pillanatban kiderült, hogy a magyarok tudnak filmet csinálni. Azóta, hogy az HBO magyar nyelven készít filmeket, azóta kiderült, hogy a magyar színészek tudnak játszani. Hát ez előtte 20 éven keresztül az volt, hogy így nézted a filmet, és a figurák, akik játszottak a filmben, azokat nem hitted el, hogy az a figura, akit játszik. Tehát játszik egy villanyszerelőt, de nem hittél a villanyszerelőben, hanem láttál egy ilyen színészt, aki színészkedik. És kurvára nem a villanyszerelőt, hanem egy színészt, amelyik játsza az eszét. Ezt láttad. És ez volt a magyar film. Én azt hiszem, hogy a film az egy nép lelkének a tükre. Tehát amit látsz a filmvásznon, az olyan, mintha a tükörbe néznél. Metaforikus értelemben. Na most, az a nép, amelyik nézi a saját filmjét, és nem látja hitelesnek, hanem hazugnak látja, az olyan, mint egy nép, amelyik nem tud tükörbe nézni. Hamis a létállapota. Az, hogy azok a... Tehát nem csak azért szar a magyar film, mert a magyar színészek nem játszanak jól, meg azért nem játszanak jól, nem arról van szó, hogy rossz színészek. A jó színészek is szarul játszanak. Megvan a Szomszédok? Csupa jó színész. Csak egy kurva rendező hiányzik, amelyik színészt vezetne. Hát a színész vezetés az azt jelenti, hogy nem, ez most nem volt jó, ezt újra vesszük. A színész nem vezetés, ami Magyarországon megy, az meg az, hogy nagyon jó, meg vagyunk, jöhet a következő. Azért nem ismerünk rá a valóságunkra a filmvásznon, mert megvan hamisítva a létállapotunk, és a létállapotunk hamissága köszön vissza
azoknak a színészeknek a hamis játékában. Nem tudunk elszámolni a múltunkkal. Nem tudunk elszámolni a kultúránkkal. Nem tudunk elszámolni a lelkiismeretünkkel. Ezért hamis a filmünk. Ezért nem ismerünk rá a valóságunkra a filmen. Mert a film nem tudja tükrözni a valóságunkat, mert a valóságunk meg lett hamisítva. És csak ezt a hamisságot tudjuk visszatükrözni. A Larry című film az jó volt, az jó film volt. Jó film volt, mert az van, hogy vannak most már színészek, meg már vannak rendezők, akik ki tudják rugdosni a színészekből a nívós játékot. És akárhogy is ez a Vilmányi Bennett, meg ez a Túróci, ezek egyszerűen meggyőzően alakítanak. Tehát meggyőzően, tehát nem a Túrócit látod színészkedni, hanem azt az apát látod. Azt az erőszakos, agresszív, bántalmazó faszt látod a Túróci képében. Ez most már egy know-how. És kiderült, hogy nem arról van szó, hogy a magyar ember az nem tud színészkedni, hanem arról van szó, hogy azokat a referenciákat, amiket Hollywoodban lerakott a Marlon Brando, amiből aztán norma lett Hollywoodban, azokat az Andy Vajna hazahozta. És az lett a norma. Lett egy nívópálca. Ez most nincs eljátszva, öreg. Ezt most újra vesszük, mert nincs eljátszva. Ez előtte nem volt. Előtte 20 évig az volt, hogy baszki, a rendező se látta, hogy hamis. Mert a rendező maga volt hamis. Ez egy nagyon súlyos belső rothadás, ami az egész magyar kultúrát emészti. És nem a Fidesz kultúrájának a tartalmatlanságával kezdődött a dolog. Az már csak a következmény. Itt már a liberális kurzus sem tudott elszámolni a kultúrával, meg a saját lelki ismeretével. És aztán jött a nemzeti radikális kurzus, és átvette és befészkelte magát ebbe az elszámolatlanságba, ebbe az ex-lex nihilbe. És most abban terpeszkedik, és gyártja a kurzusfilmjeit, de biztos, hogy sokkal rosszabbak ezek a kurzusfilmek, hogy hadik, mint mondjuk a Papa Pia. Egyértelmű? Hollywoodi sztrájk és mesterséges intelligencia, hát igen. Mostanra a forgatókönyvírás eljutott arra a színvonalra, hogy már a robot megírja. Már ezeket a könyveket már megírja a robot. Hát magukra vessenek a forgatókönyvírók most, hogy sztrájkolnak. Sztrájkoljanak csak, érted? Hát odaharcolták le a saját szakmájukat, hogy most már fenyegeti őket a mesterséges intelligencia. És akkor most már tiltsák be, tudod, a robotot. Tiltsák be a robotot, hogy ők továbbra is írhassanak szarabb és szarabb forgatókönyveket. Egyre szarabbakat. Hát ez nem ér, hogy ma a robot jobbat ír, mint ők. Menjen a robot a kurva anyjába. Ők továbbra is egyre szarabbakat akarnak írni, úgyhogy a robot ne írjon bele. Az nem jó. Az nekik jár a végtelen kredit a zéró teljesítményért. Hát baszki, az az igazság, hogy én érzek egy kis kárörömöt. Basszák meg a forgatókönyvírók szarkönyveiket. Írjanak jót, azt majd nem tudja a robot. Lehet elkezdeni dolgozni. Deepfake. Hát igen, a deepfake. De hát akkor most meg már a színésznél tartunk. Magára vessen az a színész, amelyiket egy deepfake lejátszik a színről. Lehet, hogy a deepfake nem tudná lejátszani Al Pacinót egy asszony illatában. Lehet, hogy a deepfake nem tudna úgy vakot játszani, mint az Al Pacinót. Nem? De azt, amit ezek nyújtanak, azt lehet, hogy már tudja a deepfake. Hát basszák meg a színészek is szar teljesítményüket.
Breaking Bad. Hát az a Breaking Bad az a sorozatoknak a királya. Szerintem nem fognak jobbat csinálni ennél már. Mert annál nincsen jobb, mert az tökéletes minden ízében. És azt mondhatom, hogy a Better Call Saul az meg méltó a Breaking Badhez, és az még komplexebbé teszi azt a mítoszvilágot, amit a Breaking Bad az hibátlan, az makulátlan, azt lehet mondani, minden ízében, minden vonásában, az tökéletes. És úgy lett megalkotva annyira jó ízléssel, annyira kifogástalan stílusérzékkel, annyira minden ízében elképesztő és csodálatos, és olyan műfajokat ötvöz, filmes műfajokat, amik addig összeférhetetlenek voltak. Mondjuk egy olyan családi drámát, mint amilyen az Átlagemberek, a 70-es évekből, vagy a 80-as évek elejéről, ötvöz mondjuk egy olyan drogkarrier filmmel, mint mondjuk a Kosaras naplója. És akkor ezt az egészet ötvözi egy olyan gangster filmmel, mint mondjuk a Sebb helyes arcú. Mi van? Ezek a műfajok, és ezekből készül egy olyan kollázs, ami ezeket mind tartalmaz, és mind hordozza, és szervesül egymással. Ez a sokféle műfaj. Ez kicsit olyan, mintha a filmnek is a koronája lenne. Itt legyártottunk filmes zsánereket, és ezekből a zsánerekből ilyen alkotók, ilyen mítoszvilágokat gyártanak, hogy így egymáshoz illesztik, meg varják, meg szervesítik azokat. Hát ennél tovább a vizuális kultúrában nem lehet jutni. És az a helyzet, hogy ebben az értelemben optimisták is lehetünk. Mert ilyen, tehát nincsenek ma már olyan mozik, meg olyan filmek, mint a 20. században, de hol voltak a 20. században olyan sorozatok, mint a Breaking Bad? San Francisco utcáin? Dallas? Columbo? Hol voltak ilyen sorozatok? Hát ebben az értelemben optimisták is lehetünk. Még vannak nagy alkotók, csak már a mozinak a közelébe sem mennek. Mert ott már nem lehet alkotni. Vagy helyjel közzel. Szerintem sokszorosan túlléptük a nekünk szánt keretet. Nagyon köszönöm a figyelmet, és nagyon örülök, hogy itt lehettem, és nagyon örülök, hogy ennyien itt voltatok, és remélem, hogy azért néhány hasznos dolog elhangzott, meg érdemes volt eszmét cserélni. Köszönöm a figyelmet!